Induljunk! Az anatómia oktatás egyidős a több mint 230 éves egyetemmel. Az anatómiai szövettani tanszék gyakorlatorientáltsága Európában egyedülálló. A hallgatók friss tetemeken végezhetik a gyakorlatokat, a szigorlati előkészítő boncolásokat. Az anatómia tanteremben az elméleti előadást úgynevezett plenáris gyakorlat követi, melynek során a hallgatók a boncolásokat egy kivetítő követhetik nyomon. Az első napon, a legelső anatómia órán élő lovon mutatják be a testtájékait. A képzés fontos része, hogy a hallgatók minél előbb élő állattal találkozzanak. Az anatómia mellett ugyanebben az épületben található a patológiai tanszék is, amelynek fő kutatási területei a nagy gazdasági károkat okozó sertés, baromfi és halbetegségek, valamint a keftelésből tartott társállatok daganatainak patológiája. Egyes vírusok diagnosztikai módszereit is kutatják, illetve a kórokozók alapos megismerését célzó vizsgálatokat folytatnak. A gyakorlatorientáltság itt is az oktatás egyik legfontosabb alapelve, az órákon az oktatók és a hallgatók együtt dolgoznak. Az új szövettani gyakorlótermet az anatómia és patológia egyaránt használja. Leica mikroszkópok segítségével világszínvonalú körülmények között zajlanak a gyakorlatok. Az oktató a mikroszkópján beállított metszetről a képet a hallgatók előtt lévő monitorra vetíti, majd a diákok a saját mikroszkópjukon önállóan azonosítják az adott sejtet, szövetet vagy szervrészt. Az épület emeleti részén található az anatómiai tanulómúzeum. A csendes, légkondicionált helyiség különösen kedvelt vizsgaidőszakban a diákokat számos preparátum segíti a felkészülésben. Megnézzük együtt a könyvtár és Ecosz klub épületét is, vagy menjünk tovább.